Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a kis sorozatomat, amelyben írókkal beszélgetek arról, hogy mit is csinálnak ezekben a karanténos időkben, mit olvasnak és milyen olvasmányokat ajánlanak nekünk. A mai beszélgetésünk egy kicsit különleges, vagy különlegesebb, mint az eddigiek. Például azért, mert nem Magyarországon van beszélgető társam Rőri Géza, hanem New Yorkban. Azonnal kapcsolom, néhány másodperc múlva szerintem meg fog jelenni itt mellettem. Szervusz Géza! Szia, Krisztián! És másik, amiért ők különleges, mert ugye itt akikkel eddig beszélgettem, írók, azok elmondták, hogy milyen nekik bezárva lenni, és mit csinálnak a négy fal között. És hát én annyira nem vagyok profi riporter, hogy el kell, hogy áruljam a nézőknek, hogy mi tegnap beszélgettünk, úgyhogy nem fogok meglepődni egy pár dolgon, amit mondasz, és beszéltünk arról, hogy mit csinálsz, úgyhogy én pontosan tudom, hogy te nem a négy fal között vagy örökké, hanem aktívan segítesz is New Yorkban, ami most a világjárványnak az egyik legsúlyosabb gócpontja, hogyha ha mondhatunk ilyet. Te ott vagy a kellős közepén. Először arról kérdeznek, hogy te személyesen mit érzékeltél egy hete, két hete, és mit érzékelsz most abból, ami történik? Szia, Krisztián! Az, hogy engem fölhívott a volt főnököm, hogy még én rám is szükség van, azért az jelzi azt, hogy mekkora a baj. Tehát, hogy én 7 éve már nem mentőztem egyáltalán, és le is járt egyébként az érvényessége annak a vizsgának. Megszerzett vizsgámnak, ami alapján csináltam én ezt annak idején. Ja, betettem ide a képet, amit kaptam tőled tegnap. Ezt kérted, ez a vizsgám, igen. És meg kell, hogy mondjam, hogy annak idején ez, hát kiégtem, vagy csalódtam, tehát nekem elég romantikus elgondolásaim voltak arról, hogy én majd a csúcsforgalomban újraélesztek valakit, és hogy milyen fantasztikus dolog, és ehhez képest úgy éreztem magam, mint egy ilyen áruszállító az IKEA-ból, tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen fogd és vigyed című történet, tehát, hogy ilyen életmentésről szó nem volt, és tehát nem is csináltam hosszú ideig, talán egy fél évig. És most fölhívott a főnököm, hogy hát kellene mindenki. És úgy mondtam, hogy na jó, de hát nekem lejárta. Akkor mondta, hogy lesz egy tanfolyam, egy 6 órás tanfolyam, pikpak meg is volt, az egész teljesen vicces, nyugodtan otthonról meg lehetett volna csinálni, megmutatták, hogy kell helyesen kezet, most meg egy-két hónapra elvittek minket. És akkor most újra, tehát összesen 100 000 ilyen fickó van, mint én, ami azt jelenti, hogy majdnem minden fertőzőtre, eddig tesztelt fertőzőtre jut egy önkéntes, ami azért elég jó. Tehát azt kell mondjam, hogy New Yorkból ez a legjobbat hozza ki. Ezt egyébként szeptember 11-én az IKEA tornyok után is láttam, hogy akkor az ma már talán köztudat, hogy akkor többen indultak meg az IKEA tornyok felé, mint onnan el. Tehát ez egy gyönyörű tapasztalat azért, hogy ezek a meglazult kötőszövetek a társadalomban, a kölcsönös segítségnyújtás, a szolidaritás is. Ilyenkor valahogy életre kell ez mindenkiben. És hát nem tudok sehová bemenni, mondom, hogy jövök a hordággyal, és a zsebembe teszik be a házi sütésű ilyen-olyan. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon... Egy ilyen mentős segéd vagy magyar kategóriában, vagy minek? Igen, a két kategóriája van, tehát van a mentőtiszt, a paramedikus, ami egy sokkal komolyabb dolog, tehát az egy több éves gyakorlatilag majdnem. Tehát én semmilyen igazán komolyan orvosi beavatkozást egyedül nem végezhetek, és most egyébként nincs is mentőtiszt minden kocsin. Tehát, hogy van úgy, hogy így magunk vagyunk, hogy úgy mondjam, ezt mentős segéd, mentős, nem tudom, hogy lett ezt, Emergency Medical Technician, EMT angolul az, amit én most csinálok. És igazából éjszakára kellenek az ilyen, mondjuk, fickók, mint én, akik nem vagyok annyira gyakorlatba állítva, vagy hát szóval régóta nem csináljuk már ezt amúgy. Éjszaka vannak rosszabbul,
az emberek, és hát környékről környékre küldenek minket. Én a tűzoltóság keretén belül vagyok egyébként, nekünk vannak a legjobban felszerelt kocsijaink. Óriási, gyönyörű, nem tudom, láttál-e már ilyet. Tényleg fantasztikus. És Brooklyn és Queens volt a leginkább érintett övezet, és most pedig Long Island lesz. Tehát két ember halt meg most éjszaka, és azt lehet mondani ilyen óvatos optimizmussal, azt mondta most a Cuomo is, akire egyébként érdemes odafigyelni, mert New Yorknak egy nagyon vacak és rátermetlen és lusta főpolgármester van, tehát igazából ezt állami szinten érdemes ezt követni, mert a város első vezetése ellenére történik minden, ami jó. A Cuomo azt mondta, hogy talán, minthogyha egy kicsit kezdene javulni a helyzet. És megfelelő védőeszközöket biztosítanak nektek? Hát nézd, N95-ös, tehát hogy nyilván nem olyan komoly felszerelésben vagyunk, mint aki mondjuk koronást műt, de hát ez a hazmat suit, tehát teljesen be vagyunk öltözve, én speciál nem, de ez csak az én linkségem, de a kollégám az például síszemüveget is visel, van, aki két kesztyűt húz, és akik igazán a frontvonalban vannak, és nálam egy kicsit idősebbek, mert az én még nem vagyok pontosan azért a veszélyzónában, de mondjuk azok a mentőtisztek, akik 50-es éveik végén járnak, azok, hogyha a családjuk, például a szüleikkel élnek, vagy más egyéb ok miatt, akkor nekik munkásszállást is biztosít a város. Tehát nekik nem kell hazamenni, mert ugye mi azért ki vagyunk elvileg téve annak, hogy hozzuk, visszük a... Egyébként engem holnap fognak tesztelni. És már teszteltek? Vagy ez lesz az első? Nem, ez az első. Hát ez, most azért ez egy kicsit furcsán megy, tehát elvileg kellett volna tesztelni, meg még nem tesztelt. És van egy másik, hát ugyanilyen segítő munkát, csak egy másfajta, amit hagyományosan hosszú évek óta csinálsz, a zsidó közösségben halottakat mosdatsz, ez ugye egy elsősorban rituális, de ez egy nagyon is gyakorlati dolog, és bizonyos értelemben ma egyike vagy azon nagyon kevés, vagy egyre kevesebb embernek, akik a végtisztességet megadják azoknak, akik akár a járványban elhunytak. Amíg lehet. Igen, mert ugye Marylandben és bizonyos területeken már egyrészt rabinikus döntés is az volt, másrészt pedig közegészségügyi okokból sem engedélyezik ezt már. Tehát, hogy most New Yorkban még a rituális muzulmán és illetve zsidó halott mosdatást azt még engedélyezik. Nyilván nagyon sokkal komolyabb körültekintéssel, tehát én tegnap volt vasárnap? Igen. Tegnap 3 koronást mosdattunk, és persze nem pont úgy mosdatjuk őket, ahogy eddig, de még megy ez a dolog, és aztán mind a 3 ment egy online temetésre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szertartást azt a családtagok csak online követhetik. Tehát, hogy van egy-két olyan ember, nyilván a legközelebbi hozzátartozók, akik adott esetben amúgy is együtt élnek, akik szájmaszkban, stb. Ott állnak a sírgödör mellett, de hogy igen, a gyászbeszéd és a résztvevők zöme az előzetes bejelentkezés alapján jelszóval vesz részt a temetésen. Igen. Én egyébként egy ilyenen is részt vettem pont tegnap, mert most már én is gyászolok, tehát hogy ugyan 97 évesen, de mégis elvitte az egyik barátomat a vírus, és nem akár kiről. Meg is mutatom a képét, amit küldtél, mert tegnap erről is beszéltünk. Igen. Dario Gabay. Aki az utolsó élő Sonderkommando tag volt, hogyha jól tudom. Így van. Szerdán éjjel 3:45 ment el Los Angelesben, és ő volt az utolsó ezen a földön, aki a saját szemével látta a gázkamrákat működés közben. Itt egy közös képet is küldtél. Ő közel állt hozzád, gyakran beszélt. Nagyon. Ő látta a Sault, hiába próbáltuk lebeszélni róla, hívtuk orvost, ott volt egy pohár víz, nem ilyen fél homályban néztük, tehát nem teljesen sötétben. Kértük, hogy
ha gondolja, akkor állítsa le a vetítést bármikor. És nem nagyon, nagyon, tehát hogy azt mondta, fiúk, tehát hogy nagyon, nagyon, a végső visszaigazolás azért az ő volt. Tehát hogy a László számára is, meg számunkra is, Lászlóval is egyébként kapcsolatban voltam éppen már a Dárió miatt. Tehát hogy ez egy szomorú dolog, ugye, hogy én most nem tudtam oda repülni, és de beszéltem vele egyébként, és még a tüdejéből leszívtak egy fél liter folyadékot a halál előtt 3 nappal, és a műtét előtt szokása szerint olasz operákat énekelt nekem. Azt is mondta egyébként, hogy ne is beszéljünk, hanem csak hadd énekeljen egy kicsit. Küldtél nekem még egy képet, ami nem közvetlen személyesen a te tapasztalatot, hanem inkább valami ilyen képes dolog, ezt is beteszem ide. És kérlek, erről is mesélj, hogy ezt miért tartottad fontosnak, hogy... Nem tudod kinagyítani? Vagy... Megpróbálom kinagyítani. Mert ez úgy szép, hogyha én nem kontaktálom bele. De igen, hát ez egy kép, amit így a hálón, nem tudom, valakinél láttam, és azt hiszem, hogy ez nagyon furcsa ebben a vírusban, egy vírus általában az ember a gyermekeit félti. És itt pedig ugye pont a szépkorúak vannak elsősorban veszélyben, és egy csomó minden eszébe jut az embernek, ugye. Ez egyik könyv is egyébként, amit hoztam, ehhez kapcsolódik. Sajnos ez lesz az egyetlen angol nyelvű, nem fogom fárasztani a magyar közösséget azzal, de ilyen nincsen magyarul. Tehát van egy olyan műfaj, amit úgy hívnak, hogy cava, héberül, moralis voluntatis, latinul, keresztény, középkorban, zsidó középkorban csinálták, főleg tanult emberek egyébként, sajnos. Már úgy sajnos, hogy jó lett volna, más is megteszi. Arról van szó, hogy egy ilyen szellemi végrendelet. Tehát, hogy ne csak az anyagiak fölött rendelkezzünk, mielőtt elmegyünk a világból, hanem hogy próbáljuk meg a legfontosabbakat összefoglalni a gyermekeink számára. És ez a könyv, az a cím, hogy Hebrew Ethical Wills, ez jobb oldalon a héber, nem tudom, látszik-e, és bal oldalon a angolul is lehet követni a szöveget. Hihetetlen gyönyörű dolgokat írnak le emberek 16., 17., 18. században. Azért találom ezt fontosnak egyébként, mert ugye nagyon gyakran sajnos ugye a kis global villageünkben előfordul az már, hogy nem ér oda az ember a saját anyukájának, vagy az apukájának a halálos ágyához. És hogy milyen jó lenne nekünk, az itt maradtaknak, hogyha ilyenkor ott lenne egy 10-70-100 oldalas valami, amilyen idős korában megpróbálta anyánk, apánk valahogy összefoglalni azt, hogy mégis mi lenne az a muníció, amivel ők valahogy itt akar minket, vagy itt kell nekik minket hagyniuk. Tehát itt ki is néztem, gyönyörű dolgokat ír, például azt javasolja az egyik bácsi a fiának, hogy 2 pénztárcád legyen, ez nagyon tetszett nekem. Tehát hogyha bármikor felveszed a fizetésedet, akkor annak minimum 1/10 és maximum 1/5 azt tedd egy külön pénztárcába, és hogyha egy koldus jön, és kér tőled, vagy adakozni szeretnél, akkor mindig a második pénztárcából adakozzál, mert vedd tudomásul, hogy ez a pénz eleve nem a tiéd. Tehát, hogy ez a bibliai tizednek a lényege, hogy ha a saját pénztárcából kell előhúznod a pénzt, akkor azért egy kicsit mindig fáj az ember szíve, ilyenek vagyunk sajnos. De hogyha az ember egy már külön pénztárcából veszi, akkor megszokja valahogy, könnyebbé válik a dolog azt, hogy adakoznia kell. Tehát ilyen praktikus, csodálatos dolgok vannak, azt írja például, hogy ha megkívánsz egy nőt, aki nem a feleséged, állj Lábújhegy. Nagyon, nagyon, nagyon szép és érdekes dolog. Egyébként ma már ez a szellemi erkölcsi végrendelkezés, érdekes mondan, a társadalmunkban kiszélesedett, és nagyon gyakran már nem a halálhoz kötődik, hanem a várandóság alatt írnak mindenféle szépeket az anyák, a gyerekeiknek, vagy az apák, és akkor ezt öröklik meg a gyerekek. Még mielőtt az olvasmányaidról kérdeznélek, hagyd kérdezzek egy személyeset, hogy
Beszéltünk arról, hogy mennyi mindent teszel a városban, veszélyhelyzetben tulajdonképpen, miközben otthon van egy nagy család, akikre ugyanúgy vigyáznod kell, hogy ezt a kettőt részben gyakorlatban, részben meg lelkileg hogyan lehet összeegyeztetni. Ha jól tudom, 9-en vagytok most ott. Igen, most 9-en vagyunk, mindenki hazajött, mert ugye van két egyetemista, és kirúgnak mindenkit, tehát senki nem maradhat a kollégiumokban sehol. Hát nézd, azt hiszem ebből a szempontból nekem könnyebb, mint sokaknak. Tehát most eddig erről nem beszéltünk, de hát nyilván a szociális hatása ennek a vírusnak az elképesztő. Tehát hogy most gondold el, hogy ez hogy néz ki, egy szegregátumban, ahol gyakorlatilag kezet mosni is nehéz, nem hogy online tanulni. Tehát én ebből a szempontból itt a fejlett világ egyik legnagyobb metropoliszában, ilyen alsó középosztálybeliként, hogy úgy mondjam, kivételezett helyzetben vagyok, és hál' Isten a gyermekeim is. És van egy nagyon tüzes menyecske feleségem, aki elég katonai módon rendet tart, tehát csak tényleg a zászló felvonás hiányzik, de itt minden reggel ki vannak osztva a reszortok, és egy ilyen nagy parafatáblára, órára be van osztva, hogy kinek mi a feladata, és ki hol lesz, és kivel. Úgyhogy ő egy ilyen éset lapidot hí, mondja a Bírák könyve a 4. fejezetében, tehát egy ilyen tényleg tüzes szó szerint, tüzes nő, asszonyság, és hát jön az ünnep, ugye, nekünk is, mint mindenkinek gyakorlatilag a zsidó-keresztény világban, tehát takarítjuk ki a kovásztost, és azért azt kell mondjam, hogy jó együtt lenni, tehát hogy sokat szól a gitár, sokat mesélek, többek között az egyik könyv, az egy Tolstoy könyv, gyorsan be is mutatom, mert tudom, hogy alapvetően mindenki a könyvekre kíváncsi. Nem mondanám, rád kíváncsi. Nem tudom, kinek nem. Azt megnézem. Medve a szekéren, igen. Medve a szekéren, sajnos nem adták ki többször, egy 77-es régi. Hát, antikváriumból meg lehet rendelni. Minden ponton rendelek, antikvárium.hu termékmegjelentés. Tehát, hogy nagyon jó honlap. És itt van például egy sztori, ilyeneket naponta, de tényleg nagyon jó válogatott poszt, hogy azt mondja, két jó barát kiment az erdőre, és ott rájuk támadt a medve. Az egyik futásnak eredt, felmászott egy fára, és elbújt. A másik meg ott maradt az úton, mit tehetett volna, levetette magát a föld, és azt színlelte, hogy halott. A medve odament hozzá, szagolni kezdte, és ő még a lélegzetét is visszatartotta. A medve megszagolta az arcát, azt hitte, hogy halott, és odább ment. Amikor a medve elment, a másik leszállt a fáról, és elnevette magát. Ugyan mond, mit sugott a füledbe a medve? Azt mondta nekem, hogy hitvány ember az, aki veszélyben cserben hagyja a társát. Nagyon szép. Tegnap, amikor tartottunk egy technikai próbát, akkor láttam a kisebbik lányodat is, és látszik, hogy jól van tartva mesével. Hát, ja, egyébként érdekes módon az ikrek közül, amikor minden este, amikor mesélek, akkor sötétben mesélek egyébként, nem könyvből, és akkor megkérdezem tőlük, hogy igazat, vagy kitaláltat. És a lányom az igazat akar, tehát, hogy őt nem érdekli a hétfejű sárkány, őt az életem érdekli, meg a mami, meg a... És a fiam ebből a szempontból ő sokkal inkább szereti a képzelet világát. Egyébként egy fontos, még ha már kapcsolódhatnék Krisztián ehhez, ugyanez egy másik könyv, amit szerettem volna, a bevezetés az etológiába, nem tudom. Na, ez meglep. Látszik-e? Nagyon jól látjuk. Na, ez azért érdekes, mert tehát, ahogy mondtam is, hogy New York nagyon, azt hiszem én, hogy most is nagyon jól vizsgázik ebben a helyzetben. De hogy az önzetlen viselkedés az állatvilágban sem ismeretlen, és ez talán meglepő lehet, és ez a könyv, én nagyon szeretem az állatokat, főképp egyébként ez egyfajta kompenzáció, mert nem élek természetben annyit, amennyit szeretnék, és ezért legalább olvasok a természetben. Például azt mondja, hogy a földi mókus fütye le egy másik példa. Bár fajtásainak figyelmét felhívja a sakál közelségére,
ezzel egyben saját magára irányítja a ragadozó figyelmét, amivel megnöveli a prédává válási esélyeit. Paul Sherman, a Cornell Egyetem kutatójának vizsgálata szerint a földimókus csak akkor ad le figyelmeztető jelzéseket, ha a rokona is a közelben tartózkodnak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, tehát nem csak az ilyen államalkotó bogaraknál, mint a termesz, vagy a méh, vagy a hangya, hanem emlősöknél is létezik az, amit úgy hívnak egyébként, fölírom neked ide, ha találnék valamit. Na mindegy, szóval van ennek egy ilyen szinte, egy ilyen képlete, hogy R-szer B az nagyobb kell, hogy legyen, mint C. Ez a képlet, úgy hívják, hogy Hamilton szabály. És az a dolognak a lényege, hogy mert evolúciósan ezt nehéz megmagyarázni, hogy mi késztet egy állatindividuumot arra, hogy föláldozza magát a többiekért. Ugye? És egyébként az állatok ezt csak a közvetlen rokonaikért teszik meg. Tehát 6 füttyele van a földimókusnak, külön tudja jelezni azt, hogyha a levegőből várható a támadás, és külön tudja jelezni azt, hogyha a földről. És mondom, nem füttyög össze-vissza, hogyha nincsenek a rokonai a környéken. De ha a rokonai a környéken vannak, akkor jelet ad, és valószínűleg ezzel tulajdonképpen, mint egy ilyen kamikáze, a sakál őt ragadja majd el. Mert őt veszi észre legelőször, és őt kezdi el kergetni. Most ennek az oka, hogy a hozzánk genetikai, állatokhoz genetikai legközelebb álló fajtársak, azok a mi génjeinket is, mint hogy rokonaink, a mi génjeinket is tovább örökítik. És ezt méri fel pillanatok alatt valahogy ösztönösen a kis állat, hogy neki tulajdonképpen a halhatatlansága még inkább biztosított a gének által, mint akkor, hogyha ő magát megmenti. Na mindegy, ez csak egy érdekes dolog. A Margaret Mead, nem tudom, ismered-e őt? Hogyne, a felettével lesz Samoán például. Így van. Adolescent Samoa. Igen, ő volt az itt Amerikában, aki a kulturális antropológiát a lakosság felé igazából megismertette, olyasmi volt, mint nálunk a Ransburg Jenő a pszichológiában, vagy a Czeiselendre a genetikában, vagy az Öveges bácsi, emlékszel? Hogyne. Na és a Margaret Mead-től egyszer megkérdezték, hogy mi az első jele a civilizációnak. És akkor mindenki várta, hogy valami olyasmit fog mondani, hogy esetleg egy horog, vagy egy cserépedény, tehát mindenki van ilyesmire gondolt, mire azt mondtam, hogy egy összefort combcsont. És azt mondta, hogy ez azért, mert az állatok körében, tehát hiába van önzetlen magatartás az állatvilágban, de például az állatok között egy eltört combcsontú emlősnek semmi esélye arra, hogy túlélje. És az, hogy az emberiség eljutott arra pontra, hogy egy barlangba bevonszolnak egy eltört combcsontú egyedet az eleink, és etetik, és az a combcsont befor, és ezt a régész látja 1000 évek után, az azt mutatja, hogy eljutottunk az egymásért érzett a felelősségvállalásnak arra a szintjére, hogy már, mi azt mondom, az állatvilágban ismeretlen, hogy már nem hagyjuk magára a másikat. És még egy különbség ugye az, hogy mi az állatokat is megvédjük, mondjuk egy földimókust már nem érdekel a másikféle fajhoz tartozó. Hát ha rajtad múlik, sok mindenkinek befor a combcsontja. Hát én minden, nem, hát szóval ebben semmi rajtam nincsen, hanem hogy így szép az élet együtt. Míg a következő könyvekről beszélünk, még egy kérdésem van, hogy neked az utolsó Magyarországon megjelent könyved speciális módon kerülhetett el a nagy közönséghez, úgyhogy hajléktalanoktól lehetett megvásárolni. És ma azt gondolom, hogy az egész világon, legalábbis a nyugati típusú nagyvárosokban a hajléktalanok vannak talán a legnehezebb helyzetben, akinek nincs hova hazamenni, akinek nincs karanténje, hogy erről mit gondolsz, mi a helyzet mondjuk New Yorkban ez ügyben? A jelenlegi és a leendő hajléktalanok. Ugye, mert hogy például a saját nővérem és a saját bátyám elvesztette az állását, és mind a ketten alvéletben élnek. Tehát, hogy az, hogy a főbérlőn múlik, meg
Tehát, hogy ez egy rettenetes helyzet, és azt kell mondjam, hogy nem is látjuk. Én megmondom őszintén, hogy a dolog egészségügyi része felől aggódom kevésbé. Tehát nem lesznek, azt gondolom, millió halottak, mint ahogy akár egy héttel ezelőtt is mondta valaki. Ezt nagyjából sarokba szorítottuk, és azt gondolom, hogy ez nem fog ez a dolog annyira eszkalálódni, ez a vírus. Viszont a gazdasági áldozatai, következményei, kárvallottjai, tehát azok az emberek, akik valószínűleg soha nem fogják utolérni magukat már a nevillag, mert egy teljes profilváltás, tehát újra kell teljes. Hát van egy szakértelmük, és most gondold el, egy rendezvényszervező, vagy egy étterem tulajdonos, tehát egy fél éves kiesés, tehát hogy... És ez a hajléktalanok esetében is, ugye ezen az úton is szeretném a fedél nélkül rendszeres vásárlóit biztatni, hogy ne hagyják abba ezt. Sőt, online is lehet őket most már támogatni, aki nem megy ki az utcára, az nyugodtan tud utalni nekik, mert ugyanúgy eljut azokhoz, akiknek el kell, hogy akik meg kell kapják. Igen. Igen, úgyhogy, és hát persze, tehát, hogy nagyon-nagyon szerteágazó és furcsa, és, de talán próbálnék én most csak, hogy ne csak a vészharangot kongassuk, és tehát talán próbáljunk meg egy picit, ha van a lehetőség, egy mondat erejéig legalább a jót is meglátni ebben. Mindenképp. Hát szerintem azt most mindenki érzi. Szia! Mindenki érzi. Gyere ide! Szerintem azt most mindenki érzi, hogy egy kicsit elszállt velünk a ló. Már ami a köszönjük, Krisztián. Na. Mi a drágám? Hát egyre szebb ruháid vannak. Ő meg akarta mindenképp magát mutatni. Csak kértem, hogy legalább az első 10 percben ne. Nagyon sokan néznek, integethetsz is. Integethetsz. Akarsz integetni? Na. Látod, ez a csel megy, hogy ide könyörgi magát, és közben meg szégyenlős. Na, tehát, hogy elszállt velünk a ló, tehát hogy mi nagymamáink azok 60 tojást vettek ki egy év alatt a tyúk alól, és mi pedig ezeken a farmokon 320 tojást zsigerelünk ki egy tyúkból. Vagy azt, hogy vedd a tehenet, ugye, hogy 30 liter, egy ilyen csúcs tejelő tehén, az 30 litert ad, de most minden egyes liter az 1 gram kálcium. Most gondold el, hogy miféle foszfátos, kálciumos, mit tudom én, trutyinit kell adni ennek a tehénnek ahhoz, hogy ne a saját csontjából vonja ki ezt a kálciumot. Akarnál te egy tehén lenni ma? Vagy egy tyúk egy ilyen farmon? Tehát, hogy egyszerűen, hogy úgy mondjam, azt vettem észre, hogy az első világháborúban azért a legtöbb ember óriási áldozatok voltak, de az még mi a harctéren esett el. A második világháborúban már a polgári áldozatok száma legalább szóval óriási volt az elsőhöz képest, és ma meg már nincs is fegyveres ütközet, ma már csak polgári áldozat van. Tehát igazából mi nem a vírussal állunk itten hadban, hanem olyan kvázi nem valós szükségletek alapján is egy olyan fenntarthatatlan módon élünk, főleg nyugaton, hogy mindent újra kell gondolni, és ami ez most egy lehetőség ennek az végig gondolására, az, hogy képesek leszünk-e. Helyi szinten egyébként ez a kooperáció fantasztikus. Tehát, ahogy mondtam is neked, nem csak New York vizsgázik jól szerintem, hanem az emberiség vizsgázik jól helyi szinten. És amikor mindenféle kormányok harckocsikat, meg rendőröket, meg én nem tudom miket küldenek az utcára, hogy biztonságérzetünket növeljék, és hogy nehogy betöljünk a közértbe, stb., akkor egy percig se higgyük el. Erre nincsen, minden kutatás azt mutatja, hogy ilyen helyzetekben nem elsősorban a káosz és az anarchia uralkodik el, hanem pontosan, hogy ahogy mondtam is, hogy a legjobbat hívja elő az emberekből, és az, aki ilyenkor harckocsikkal jön, meg rendőrökkel, meg én nem tudom micsoda, az önmagát félti, illetve a saját hatalmát. És kérdés az persze nyilván, hogy,
hogy hát az emberiség hihetetlen kihívások előtt áll a 21. században. Tehát én nem vagyok hajlandó, vagy nem vagyok képes a fejemet a homokba dugni ezelől. És van ebben valami speciális felelőssége azoknak, akik írnak, akiknek az írott szó az eszköze, vagy pedig ez ilyen romantikus feltételezés a részemről? Akinek írnia kell, az írni fog mindenkinek. Ez egy nagy munkamegosztás, kozmikus munkamegosztás. A művészet az abszolút szükségszerű, a zene, a költészet, az nem luxus cikk, hanem olyan, mint a D-vitamin. Nem egyszerűen felborul az emberi háztartás, hogyha nem hallunk zenét, énekelünk. Mielőtt megkérdezném, hogy milyen irodalmi könyveket ajánlsz, azért arra fölhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy aki hajlamos azt mondani, hogy a művészet, az irodalom az talán nem is annyira fontos a világban, vagy túlértékeljük, az gondoljon bele abba, hogy egy ilyen karantén helyzetben, ha nem lenne zene, nem lenne film, nem lennének könyvek, akkor milyen lenne elviselni a dolgot. Igen. Ha most megkérdezlek, hogy mit olvasol és mit ajánlasz még azokon kívül, amiket elmondtál. Jó, akkor például megmondom őszintén, hogy azért nem mindig van kedvem olvasni, de egy könyv segít abban is, hogy más csináljak, mint az olvasás. Nem tudom, ezt a könyvet ki ismeri, Sakkozó magyarok. Ne, én nem ismertem. Én nagy sakkedvelő vagyok, sajnos nem játszom olyan jól, mint az apám, aki mester volt szó szerint, hanem csak újra játszom, érdekel például Erkel Ferenc játszmáit. Például a legutóbb megnéztem, az egy ilyen egyszerűbb játszma volt, mert az Erkel az tényleg egy rangelső volt, tehát az a Szén Józsefet megverte a Szén Józsefet, tehát azért az egy óriási dolog. De az Aragónia Beatrix, a Mátyás király felesége és az Ulászló között fennmaradt egy játszma, amit itt végig tologattam a kis táblámon a minap. Hát ez fantasztikus. Jól megverte a cseh királyt. 1498-ban ügyesen mattolta. Ezt csak azért mondom, én egyébként nem szeretek online játszani, és mondom, inkább az érdekel, hogy mások hogy gondolkoznak. De hogy ez egy olyan könyv, ami híres magyarok játszma leírásait tartalmaz, de tehát konkrétan így, tehát lépésről lépésre lehet követni őket. Hát, ha valakit érdekel. Amit most viszont tényleg olvastam, az az Iván Gyeniszovics Egy napja, a Szolzsenyicintől. Igen, ez többféle kiadásban is megvan, és biztos, hogy elérhető online, megvásárolhat. Igen, hát ez egy klasszikus tulajdonképpen, a lágerirodalom egyik csúcsa. Ugye ezt 58-ban fejezte be, és akkor 62-ben, amikor látta, hogy a Nyikita Hruscsov az ugye desztalinizál, akkor elvitte a Tvardovszkihoz, aki a Novi Mirnek, az Új Békének volt, az a mondjuk az éllovas, vagy a legfontosabb periódika a Szovjetunióban akkor, és a Tvardovszki minden protokollt megkerülve egyenesen a Hruscsovhoz vitte a kéziratot, és Hruscsov meglátta ebben a fantáziát, és azzal a feltétellel, hogy egy általa engedélyezett előszóval jelenik meg a könyv, amiben természetesen a múltba utalta ezt az egészet, és hát azt, hogy hát ma már ilyen nincs, és nem lehet, és a személyi kultusznak vége. És akkor megjelent, és azóta is egy nagyon könnyű, tulajdonképpen a novella és a kisregény határán van egy vékony kötet, ami egyetlen egy napját reggel 5-kor, amikor egy ilyen kalapáccsal megütik a sínt, egy ilyen síndarab lóg a barak előtt, reggel 5-től este 10-ig követi egy amúgy az elhúzoltatása előtt ács. Nyilván itt van egy ilyen Jézus felhúzom, egy ács, Suhov, Ványa, Iván, Gyeniszovics napját követi, amely nap egyébként nélkülöz minden brutalitást. Ebben áll a zsenéletásra, egy picit hasonló egyébként. Nyilván mutatis mutandis a sorstalanságra ebből a szempontból, tehát, hogy nincs benne semmiféle ilyen szenvedéspornó, nem folyik a vér,
hanem pontosan annak a miniciózus részletekbe menő, sokkal komiszabb és alattomosabb szenvedését mutatja meg, ami egy ilyen 10 évre ítélt ember, aki egyébként nem tudja, sosem közlik vele ebből a szempontból, meg a Kafka perére hasonlít, hogy őt sosem mondják meg, hogy pontosan miért. Miért? Árulás, de hogy pontosan miért van ott, azt nem sikerül neki megtudnia. És nagyon érdekes, hogy én amikor ezt először olvastam, akkor gimnazista voltam, és most újraolvastam, és úgy látszik, én nem bölcsülök, vagy ugyanazt tetszett. Lényegében maga Iván tetszik nekem, hogy ő nem nyalja ki a tányérját, és nem veszteget meg senkit, és rettenetesen lenézi Fetyukovot, aki pedig egy spicli, és egészen másféle fajta eszközökkel él. Úgyhogy a karakterek is nagyon érdekesek. Van benne egy Cézár nevű karakter, Cézár Markovics, aki egy gazdag filmrendező, amúgy cigányember. És neki havonta 2 csomagja jön, és gyakorlatilag azt azért erősen szétosztja, és nagyon érdekes az Aljósa, aki egy baptista, és akire rengeteget vitatkozik az élet végső kérdésére. Úgyhogy ez egy igazán mestermű a Szolzsenyi Cének egyébként. Pont a 100 évre rá azután jelent meg, hogy a Dosztojevszki jelentés a Holtak házából. Tehát érdekes ebből a szempontból is látni, hogy a cár alatt azért nem voltak ilyen fajta lágerek. Szeretném volna egy kis költészetet is, a Tóth Krisztinának a Magas labda című kötete, ami Magvetőnél jelent meg, nem túl friss egyébként, tehát nem mondjuk az utolsó. De nagyon-nagyon szeretem, a Tóth Krisztinának egyébként is hihetetlen egyenletesnek gondolom az életművét. Tehát az, hogy ő most gyermekirodalmat ír, vagy a novellisztikáját űzi, az mindegy, meg olyan annyira megbízhatóan finom, és annyira jó. És hogy jön a tavasz, arra gondoltam, hogy egy 4 sort ebből felolvasok, ha megtalálom. Mindenképpen. Felhívnám a 4. sor világos erotikájára figyelmet. Kiraktalak a szívemben a képernyőre, és az összes ikonom eltűnt tőle. Nézlek egymagam, közben vívódom, légy a jelszavam, légy a PIN-kódom. És akkor még szerettem volna megmutatni egy nagyon érdekes műfajú könyvet, Balázs Zsófiának a... Látjuk, igen. A Darázs Fészke. Fészke, és ide van írva, azt is nem tudom, lehet-e látni, hogy értekező líra. Tehát nem értekező próza. És nem olvastam még el az egészet, kb. A felénél tartok, de az első esszéjében azt írja, halálugrás az elrugaszkodni otthonról. Érzem ezt utólag, ugrásom után még a levegőben. Arról beszél, hogy 93-ban Kolozsvárról Pestre költözött. És hát ez az átültetés, hogy az ember 2 helyen van, ez ugye nekem nagyon húsba vág. Mert ugye egyrészt ugye itten én is, ahogy a romániai, erdélyi magyarok, ők is valami ellenében élnek, vagy valami ellenében őrzik az identitásukat, kisebbségi sor, stb. Hát én nem is határon túl, nem én tengeren túli magyarként, gondold el 20 éve itt New Yorkban, azért nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amiről a Zsófia ír. Amikor azt mondja, hogy Kolozsvár a megtartó föld, Budapest az éltető levegő, és ezt járja körül ebben az első esszében, de van benne írás Székely Magdáról, gyönyörű ez az idézet, biztos ismeritek, mikor a jóra semmi jel nélkül is indulni kell, az egyre sürgetőbb sötétben, ami kigyúlva, mint az ablak, magam világítok magamnak. Nagyon szép. Gyönyörű. És a vigília körkérdéseire ad nagyon szép válaszokat. Úgyhogy ez viszont tényleg nemrég jött ki a Kaligramnál. Mondjam még? Szerintem lassan a végére érünk, bár rengeteget ajánlhatnál, mert mondtál olyat, amire azonnal megcsinálta a kedvemet, hogy csúnyán fejezzem ki magam. Jó. És persze én meg hagy ajánljam mindenkinek a te verseidet.
amiből azért nagyon sok erőt lehet most meríteni, meg ebből a beszélgetésből is, amit köszönünk. De egy pillanat, annyit még hagyd, mert ezt szerettem volna a végén elmondani, hogyha megengeded. Ebben a erkölcsi végrendeletekben, amikről beszéltem, ebben van egy bácsika, aki azt írja a fiának, hogy amikor minél több pénzed van, annál távolabb kerülsz a pénzedtől. Tehát amikor kevés pénzed van, akkor elfér a far zsebedben, amikor egy kicsit több pénzed van, akkor kell egy kincses ládikát, rendszeresíts hozzá. És amikor már a kincses ládikát is kihízta a pénzed, akkor el kell vigyed a bankba. Tehát minél több pénzed van, annál távolabb kerülsz a pénzedtől. Azt mondja, ugyanígy van ez a ranggal is. Hogy ami kicsi a rangod, mondjuk egy édesapa vagy, és a látóterébe kerülsz a fiaidnak, akkor természetesen köszönnek és biccentenek neked. De ha mondjuk a császár vagy, és megjelensz az erkélyen, akkor még olyan emberek is lehajolnak és lekapják a süvegüket, akik te nem is látsz. Tehát a rang is, a presztízs is, ez egy olyan dolog, hogy minél távolabb kerülsz, minél több van belőle, annál távolabb kerülsz tőle. És azt mondja, az Isten dolgai nem ilyenek. A hit az olyas, hogy minél több van belőle, annál közelebb kerülsz hozzá, és szemben az emberrel, hogyha félünk tőle, akkor meghátrálunk, ha az Istentől félünk, akkor közelebb megyünk hozzá. Nagyon érdekes, ez egyedül vele van így. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, ahogy a főnökön mondaná, mos kezet, és ne felejtsd el, hogy kinek a kezében vagy. Hát ez ideális végszó. Én boldog ünnepeket kívánok nektek is, meg mindenkinek, aki néz minket, bár még a héten mi jelentkezünk. Azt úgy tudom, hogy a Pészak most előbb van, mint a húsvét. Neked már holnap után ünneped lesz. És itt a elköszönés előtt mindig el szoktam indítani egy kis videót, kinek valami hozzá közel álló, vagy egy szövegét mondják, vagy valami hasonlót. Most is találtam a verseit közül egyet, az Elpisloktok címűt, amit Kálid Artúr mond el. Ezzel búcsúzom, és én holnap szintén várom önöket egy beszélgetésre, Görög Ibolyával, az Athénaeum szerzőjével fogok beszélgetni. Géza, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük szépen mindent, amit elmondtál, mert szerintem sokan merítettek belőle erőt, vigyázz magadra és a családodra, köszönöm szépen, és akkor én elindítom ezt a verset, nézzék Rőrig Géza versét. Rőrig Géza, elpislogtak. Elpislogtak szép tüzeim, el a hivalkodó, a szégyelt lángok, a sok görcsös és hiába hánya veti. Fölszívódtak bennem már a fény artéria fonalai. A rügyeim is rendre megvakultak, meg a kíváncsi, a szemérmes rügyek, a sok pirinyó, s a nagy vadgesztenye óriás rügyét körmösre emelve. A rügyeim is mind megvakultak. Festék nélkül, de jól kitetoválva. Arcom elfből nem hasonlít anyámra. Csak ki érzi ezt, tudja, micsoda nagy érdem. A tengercsúcsról a hegyfenékre értem. Festék nélkül, de jó kitetoválva.